Jó estét, jó estét. Jó estéket. Vagy inkább jó éjjelt. Bela lesz. Egyébként ez a játék, ez úgy romlik, ahogy fejlesztik. El van indítva egyébként. Dolortok a falán. Elképesztő, hogy mennyire nehezen tölti be a gémet, ha egyáltalán betölti. Mi az Isten van? El se indul, Getz. Kész, megpróbáljuk újból. Fekete képernyő. Sajnos nagyon gáz. Tudod, ne zárd be ezt a játékot, amíg nem végeztél vele. Mert nem tudod elindítani megint. Egy új játék. Na. Kit is indítsunk. Mi legyen Béla? Tehát ez egy radinf build lesz, az fasza. Hát. Van olyanom, ahol rad is van, meg inf is van. Indulónak szerintem ő nem lenne rossz karakter. Az Orion Preacher. Már sokáig nem fogom tudni használni a Radiance-t egyáltalán. Imádom a zenéjét amúgy. Ebben a játékban nem lehet újraosztani a pontjaidat, ugye? De lehet. Rebirth Chrysalis. Szóval is tudok szerezni.
Molhónál lehet venni egyet. Meg amúgy lehet találni is. Jó, jól van. Akkor nyugodtan szintezhetünk erőre meg agility-re, amíg föl nem tudjuk szedni a fegyvert, és utána átbildelünk. Rendben. Condemned, nem jó. Hát lehet, hogy mégis egy Condemned-et kéne indítanom, aki mindenben ugyanakkora. Ja, vödrös ember, jó lesz. Next. Hát itt nem is nagyon tudtam ilyen extra fejeket csinálni, nem? Ja, mert te még mindig nem játszottál ezzel. Még nem jutottál hozzá. Hát... majd biztosan hozzájutsz. Én nem is foglalkozok a fejekkel itt, mert úgyse nagyon... lehet... change name. Itt sajnos a karakterkészítő nem annyira szabados. Baltazárt már be is írja. De kopasznak kopasz lesz. Csak a nagy órát nem tudom megcsinálni. Így. Mert az utolsó játékát elérte Béla, úgyhogy teljesen szakállat is neveztett és megőszült. És már veri öreg. Te most Béla. Egy... most így elhallgatgatnám ezt a zenét, de játszanunk is kéne. Skip. Én szerintem ez a játék performance módban egyáltalán nem fut rosszul. BB-re majd jössz, jól van. Itt ütöm egy vödörre. Vödör. Hozzá kell szoktam majd ez a gamehez megint, mert ez megint csak nem az Elden Ring, és így nincsen külön ugrás gomb. Amúgy egész vállalható így az elején a vödör. Ezek dobják a fegyvert, amivel játszani fogok jó sokáig. Úristen, mennyit kell majd farmolnom ebbe a gamebe. Nyers anyagokat, rengeteget. Rengeteg sokat.
Szedd már össze. De ebben a játékban nagyon-nagyon jó a futás. Azt kimondottan szeretem a futást. Jól van megoldva. Nesze. Na, itt egy Wooden Cross. Ebből kell majd szereznem még egyet. Itt van náluk. Amúgy bárt is válthatom igazából. Az a kő nem kell. Na most erősebb, mint a vödör. Én most két kézbe nyomja. Aha. Két kézben jobb lesz. Össz. Dobálhatjátok még a Wooden Cross, nekem jó lesz, nekem jó lesz. Jó. Igen, itt nem azzal kell futni, amivel az Elden Ringben, vagy amivel az Elden Ringben. Nem a körrel kell futni, hanem le kell nyomni a gumbot. Befelé kell nyomni az analóg kart. És itt a másik Wooden Cross. Hát ez remek. Na, ugye a midgame-ig ezzel a fegyverrel fogunk játszani. Ezzel a két fegyverrel. Ó, ilyen futási sebesség lett volna a izékben. Mennyire hiányzik a Souls game-ekből ez a sprint. Igen, megint csak nem az Elden Ringet játsszuk, tehát nem a bal gombbal kell dual wielden harcolni, hanem a sima jobb gomb az atak, amikor dual stance-ben vagy. A Wooden Cross-t azt nem sajnálja a játék, úgy látom. Addig szeretnék a mai streamben eljutni, hogy megveszem a 18.000-es kulcsot. Főleg a DS1-ből, igen. Az addig mindenképp szeretnék eljutni. Aztán a többit meglátjuk, hogy meddig játszok. Ez most nem a level 1-es no upgrade run, úgyhogy itt azért jóval könnyebb dolgunk lesz, mint abban, szerintem. Mert az fájt. Az nagyon fájt.
Fejli. Pogy. Open the door. A izé úgyis megöl majd minket. Hogy hívják a... Röpködő hülye. Vestige Moth. Desiccated Vestige Moth. Kaptunk egy olyat. Én azt mondom, hogy először is legyen életünk. De miért nem kaptuk vissza azt a kettő innivalót? Ez most jelzett a izé. A Discord. Megint negyed órája megy a stream. Na, nézzük. Oké. Nem lesz életem az izére. Ez ilyenkor híle? Vagy csinál? Hello. Egy kicsit megcsapkodjuk. Ennek is jó zenéje van amúgy. Nem ez a legjobb? De ennek is jó zenéje van. Jó, hát egyszer kellett csak eltalálnia. Ja, még ez is van. Jó van. Egyszer kellett csak eltalálnia, hogy itt meghalljak. Egy... A Light Reaper. Senki se gondolta, hogy én ezt most megölöm. Szerintem senki se gondolta azt. Azt ott kérem. Még mindig. A másik gombbal kell támad. Ezt. Te amúgy hogy tudtál megütni, miközben szétvertem az arcodat? Ez egy ilyen tök őszinte kérdés tőlem feléd. Másik irányba? Nem, jó irányba jövök itt van, cucc. Cucc, cucc, cucc.
Majd fal van. Na jó van. Szedjél vissza engem az umbrából. Légy szíves. Minor holy salts. Jó lesz, mert ezt lehet kenegetni is. És ez bekenegeti mindkettő fegyvert. Majd egy csomó dual wieldes rúnát kell farmolnom. De rossz lesz. Rúna farmolás, idé farmolás. Mi az? Upgrade a materiál farmolás. Nézd meg a Getsit, hát ide dobott egy bombát. Jó, mindegy. Jó, mindegy. Az valami ézéruha, nem? Dobd azt le. Úgy. El, nagyon el. Látszik, gondolom. Abszolút nincs a kezembe, hogy melyik gomb mit csinál. Elden Ring meg a Dark Souls-ok tök máshogy kell irányítani. Faszom, 18 ezer szólt kell gyűjteni. Szívjál le, most akartad megütni ezével, charge heavy-vel. Ó, majdnem a másik zombi ölt meg. Száros zombika, kussolsz. Hogy... Annyira nem szeretem ezeket a... Koponyás genyó. Mi is a nevük valami? Valami nagyon hülye nevük van. De már nem emlékszem, hogy mi.
Hát már te. Ez se bír magával. Normális vagy? Valami P betűs nevük van. Pip, nem tudom. Proselit, vagy mi a neve? Ezek a tüzes csontvázak. Bunkók, nem szeretem őket. Pina. Hát akár úgyis, végül is bármit, bárhogyan lehet hívni tulajdonképpen. Úgyhogy akár még az is lehet. Na, lehet, hogy nem megyünk el addig, bár el kéne. Nem, majd reggel, majd reggel. Reggel megyünk odáig. Egy resztet azért csinálhatnám. Meg szedjük fel ezt, ami itt van. Lámpához. Közel van pedig. Nincs ám annyira közel. A 18 ezer? Hát az nagyon közel van. Na ez itt megölöm. Pétát. Azt mindenképp, tehát őt nem hagyom holnapra. Mert imádom a zenéjét. Péta nem ad annyit. 5000-et ad talán. 6-ot maximum. Ez volt az egyik legidiótább húzása a fejlesztő csapatnak. Amiért haragszok. Úgy gondolták, vicces lesz a 9500-ba kerülő, az amúgy is 9500-ba kerülő kulcsot 18000-re felvinni. Azzal a nemes egyszerű indoklással, hogy a játékosok sírtak azért, hogy kifarmoltak hamar egy olyan kulcsot, ami egy ilyen midgame területre vitte őket, és jól meghaltak azon a részen. És jaj, szegények, elköltötték a sok-sok szóljukat egy ilyen olyan kulcsra, ami halálos kimenetelű helyre viszi őket. Szegények. Nem tudom, ha van egy kulcs, ami tudom, 20 ezerbe kerül, vagy ami hasonló, akkor nem fog azon siránkozni, hogy olyan helyre vitt, ahol még semmi keresni valom, ha már vettem a fáradtságot, és kifarmoltam rá a cuccot. Most ugyanúgy ki fogom farmolni a 18 ezret is, csak ezzel tök fölöslegesen húzzák az ember idejét. Igazából ennyi. Mert aki oda akar menni, az ezután is oda fog menni. Nem fogja megállítani azt, hogy kétszer annyiba kerül a kulcs. Pietát én még mindenképp meg akarom ölni, mert a játék legjobb zenéje. Pietáé. Szerintem. Én azon a véleményem vagyok. De legalább nem visz sok staminát, tök olcsó ez a fegyver. Olcsó vele ütni. Jó, mondjuk sokat nem is sebez.
Az lenne a szar, kevés sebzés, és még sok staminát is elvinne. Azt képzeld el. Szóval ez... Ennél hülyébb húzást én még nem sokat láttam ebben a 38 évben. Tehát, hogy ezzel nem fogják kategóriákkal csökkenteni az emberek számát, akik megveszik azt a kulcsot. De a sokadik végigjátszóknak meg az idejét azt sikeresen húzza. Viszont kaptunk egy ilyen stamina gyűrűt, azt kérem. Mindenképp. Na, lassan itt vagyunk Pietánál. Úgyis alszik már mindenki, majdnem. Holy Ward, aha. El. Na. Oda, tegy lesz le. Fire salt, ez kell nekem most. Rest. Jó. Itt felmászunk. Itt az invader-del viccelődtem. Itt mire kifarmoltam azt a kibaszott nyílpuskát, te jó Isten! Haha. Nem is rossz egyébként a charge-otok jönnek. Minor Holy Souls. Igen. Vicces volt a crossbow-ren. Ugye, ugye? Ugye? Ugye vicces volt. Rusty Cutter. Nem is ezt akartam fölvenni, akkor egy kis frame drop. Droppoljuk a frame-et durvába. Még egy adag fire salt. Amit aztán szétnerfeltek, igen. Hát is sírás volt, hogy PvP-be túl erős. Azt azért lett szétnerfelve. Jaj, nem tettem fel a zenét. Szomi leszek. Mit csinálsz? Aj, nem ezt akartam, ütni akartam. Balfasz. Tom, 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 tom.
Áú. Balfasz vagyok, mindegy. Jó, mindegy, meg is értemlem. Bejöttem ide izével. Bejöttem ide akkora önbizalommal, mint mikor még benne volt a kezembe a Lords of the Fallen. Mert most nincsen. Jó, majd én szétperizem Péter. Az nem egészen úgy lesz, ahogy én elgondoltam, főleg nem. Kettő itallal, amiből egyet tök fölöslegesen eliszok támadás helyett, mert hogy a négyzet akartam támadni, hogy miért nem, azt hogy miért azzal, azt ne kérdezzétek, mert nem tudom. Jó messzire sikerült tenni a izémet. Neked meg az anyád picsája, hogy meddig elér az a szarod. Lightsaber. Na, geci. Úgy. Oké. Életemet ad vissza. Te ott büntesselek már meg, gyere már ide. Micsoda, ezért spam maraton csinált az ide nekem.
Hát ez a GG-től messze volt, de legalább meghalt. Na most van 10 000. Most már kezdett be az irányítás. Hát szokok vissza, inkább maradjunk annyiba. Remembrance of Pieta. Nem upgrade, szokettelni akarok. Tedd bele légy szíves azt az egy darabot, amit most megtaláltam, hogy kettő szokett legyen benne, két charge legyen benne. Jó van. Elmúlt éjfél, eljutottunk idáig, innen fogjuk folytatni, szerintem holnap reggel, bár nem, mert holnap reggel szerintem munchkinozni fogok meló előtt. Jó, na mindenkinek jó szokát, köszönjük, hogy itt voltatok, ha még ébren vagytok, akkor is, ha nem, aztán majd találkozunk. Csakadj!